Szia! Van 5 percet? Ez itt a DSM Move szülés utáni edzés videósorozata. Heri Dióti vagyok. A következő gyakorlatokat azoknak az anyukáknak ajánlom, akik túl vannak a szülést követő 6 hetes gyermekágyi időszakon, orvosaik engedélyezték, hogy újra mozoghassanak és szeretnének formába lendülni. Mivel az én gyermekeim már óvodáskorúak, ezért egy játékbabát hívok segítségül, ő pedig Gábor baba, aki egykoron férjem babája volt, gyermekeim is sokat játszottak, és játszanak is vele még a mai napig. Ettől függetlenül persze benne van már a korban, de nyeklik-nyaklik, mint egy élő csecsemő. A gyakorlatokat természetesen baba nélkül is meg fogom mutatni, hogyha éppen alszik a pici babátok, és van 5 percetek magatokra, így is végezhessétek majd. Ha tetszik az edzés, kövess a Facebookon, és iratkozz fel YouTube csatornámra, hogy időben értesülhess a következő edzésekről. És ne felejtsétek, DSM lendületben, nőiesen! Comberősítés. Nem lesz könnyű, de nagyon jó lesz. A babát végig foghatod majd, teheted a mellkasodra, magadra is kötheted, vagy ringató pozícióban is tarthatod, baba nélkül pedig tedd egyszerűen csípőre a kezedet. A következőt fogjuk csinálni. Álljunk először egy vállszélességi terpeszbe, párhuzamos lábfejjel, a vádi gyakorlatokat is így végeztük. Most fordd is kifelé a láb ujjaidat, utána tedd megint párhuzamossá, utána megint tedd kifelé, megint párhuzamos, és ez az a szélesség, ahol csinálni fogjuk azzal a különbséggel, hogy megint fordíts kifelé a lábujjaidat. Jó? Guggolni fogunk, pontosabban lefelé fogunk rugózni. Itt van a szemérem csontunknál egy madzag, amit lefelé húznak. Nem előre, és nem hátra. Ebből kifolyólag a térdeink is, amikor hajlítjuk majd a térdeinket, a lábujjaink irányába fognak haladni. És még véletlenül sem, mutatom helytelenül, előre. Jó? Tehát kifelé a lábujjak irányába. Itt egy madzag, középen húzzák lefelé. Na, megvan hát a megfelelő széles terpeszünk, hajlítva van a tértünk, fogjuk a babát. Figyelj a medencédre, billensd magad alá, és kilégzz, és minden egyes rugónál. Két számolás alatt megyünk le, két számolás alatt jövünk föl. Indulunk, és egy, ki, egy, ki, második, jön a harmadik, és ott van lent a kilégzés, negyedik, és, látjátok, nem jutom ki teljesen a térdem, amikor fölérünk, végig hajlítva van, jön a nyolcadik, kilenc, 10. Jó, elindulunk lefelé, és megtartjuk, még nem a legmélyebb ponton. És rugózzunk 10-szer, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. És kezdjük előről. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jön a harmadik, ne felejts el a kilégzést. Ötödik, hatodik, hetedik, közben tartás, nyolc, kilenc, és rugó. Indulunk középről, és egy, két, három, négy, nyolc, kilenc, tíz. Nagyon jó. Ha úgy érzed, hogy még csinálnád, fordulj el az egyik oldalra, párhuzamosak legyenek a lábfejeid, ugyanezt a harántot lenne érdemes megtartani, tehát ne húzd össze a lábadat. Sarkad az a plafon felé mutat, tehát ne fordítsad ki, tehát a térded lefelé halad majd a talaj felé. Itt is szakaszosan csináljuk első körben, utána rugózzunk. És egy, két, há, négy. Második, és figyelünk arra,
hogy az előlévő térd is ne előzze meg a lábfejünket. Jön az ötödik, jön a hatodik, tehát a helytelen az, amikor ide belemegy a térded előre. Nyolcadik, kilencedik, utolsó. Középen megtartjuk, indul a rugó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Forduljunk át a másik oldalra. Megtartjuk ugyanúgy a terpesz távolságot. Párhuzamos a lábfej, sarok fölfelé néz, nem fordul előre a térd. Középen megy lefelé a madza. Előlévő térd sem indul előre, hanem lefelé megyünk. Pontosan. És 1, 2, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilenc, és tíz. Visszajövünk középtájon. Jön a rugó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Húha, jó volt, mi? Le kell nyújtanunk ezt is. Ha jó az egyensúlyérzéken, foghatod a babát közben, de akár le is teheted, mutatom ez utóbbi. Meg is kapaszkodhatsz, ha jól esik. Jó? Egyik lábad helyezd a hátra, a sarok érinti a popsit, térdeidet zárd össze, medencédet billensd magad elé, alá, és fújd ki a levegő. És húzz a sarok a popsihoz. Jó, másik. Nyugodtan kapaszkodj, meg körbe hopp-hopp-hopp, látod? És indulunk. Na, csak beleszögdeltem a végére, de szerintem nem voltam ezzel egyedül. Ugye volt 5 perced most is magadra. Tarts velem, nagyon sok edzés videóval várlak. A DSM Move edzésmódszer megtalálható személyesen, tehát velem a 11. kerületben, két helyszínen is tartok edzéseket, ahol akár a babádat is magaddal hozhatod. Nézz körül a honlapomon, és ha bármilyen információra van szükséged, keresd bizalommal. Remélem, jól telt ez a néhány gyakorlat, és szívesen tornáztál velem. Egészségedre!